Köszöntöm nézőinket! Dr. Fazekas Sándor főnési miniszter úrral beszélgetünk itt a karcagi piacon, hiszen sokan megállítják önt is, és az október 2-ai népszavazással kapcsolatban beszélgetnek önről. Mit tapasztal, mi a karcagiak véleménye? A nagykunságiak nem kérnek bevándorlókat, nem akarnak Mohamedán uralmat. Itt a mi vidékünkön 150 évig már volt iszlám felhatóság alatt a kunság. Nincs erre szükség. Itt az európai keresztény civilizáció, kultúra az, amely meghatározza a szokásokat, az életmódot, a felfogást, és törvényesség van, rend, sem terrorizmus, sem a bűncselekmények, sem a migránsoknak az ide költözése, az a helyi lakosság, a kunysági karcagi emberek által egyáltalán nem elfogadott. Én örülök annak, hogy folyamatosan jönnek a mellettünk kiálló véleményekkel a karcagi emberek, aláírják a ívet, amelybe kifejezik a akaratukat, el fognak menni szavazni, én abban bízok október 2-án, ezt javaslom mindenkinek egyébként, és nem el fognak szavazni a betelepítési politikára. Körzetét járva is gondolom hasonlóakat tapasztal, hiszen mindenhol voltunk mi is önnel több helyen, ahol elmondták az emberek ugyanezt, amit ön, hogy szeretnék megóvni a önállóságunkat. Én nem találkoztam olyan helyen, ahol bárki azzal jött volna, hogy ide bevándorlókat, migránsokat szeretne, akár a falvakban, akár a városokban, nem akarnak, nem kérnek ebből, nem akarnak betelepítést. Nekem az a véleményem, hogy a brüsszeli migrációs betelepítési politika az egy lopakodó népességcsere, hiszen miután Nyugat-Európában már 10 milliók költöztek be az elmúlt években, néhány év alatt most több mint 3 millióan. Ezt Közép-Európára is rá akarják erőszakolni. Magyarországnak erre nincs szüksége, nem kérünk belőle. Mi ezt az országot így szeretjük ebben a formájában, nem hagyjuk azt, hogy megváltoztassák, nem kérünk belőle. Egy nemzeti sorskérdésről van szó, nem párt, ugye az, hogy ebben az országban kik élnek és kiket engedünk be. Én arra kérek mindenkit, hogy menjen el és szavazzon nem el a betelepítési politikára. Köszönjük szépen! Köszönöm! Kovács Sándor a megyei közgyűlés elnökével beszélgetünk, önhöz is sokan oda jönnek most reggel a piacon. Mit szól hozzá, hogy ennyien érdeklődnek, és mindenki azt mondja, hogy elmegy szavazni, és nem el fog voksolni? Én azt gondolom, hogy az emberek érzik, hogy ez egy nemzetügy, és nem egy egyszerű népszavazás, hanem életünkről, jövőnkről, utódainkról döntünk. Arról döntünk, hogy 10-20-100 év múlva milyen országba fogunk élni, milyen ország lesz Magyarország akár 100 év múlva is. Én azt gondolom, hogy az emberek átérezték, hogy ilyen országot szeretnének, akár jobbat, és nem szeretnének olyan emberekkel együtt élni, akiket nem ők választanak meg, akik kényszerűen betelepítenek ide mellénk. Én azt gondolom, hogy a magyarok nem akarnak Magyarországon változtatni. A magyarok így szeretik Magyarországot, ahogy van. Akkor ön is azt javasolja, hogy 2-án mindenki menjen el. Így van, hiszen én azt gondolom, hogy a demokráciában az, hogy elmegyünk szavazni, az egy kötelesség. De ez egy olyan fontos dolog, hogy nem is hiszem, hogy van, aki akár lustaságból, akár nem törődömségből, akár merő rossz indulatból otthon marad. Itt igazából ki kell állni amellett, hogy ne engedjük, hogy Brüsszel vagy bárki akaratunk ellenére idegeneket telepítsen Magyarországra. Én azt gondolom, hogy mindenkinek el kell menni, minden magyarnak, minden magyar állampolgárnak. Köszönjük szépen! Én is köszönöm, hogy beszélhettem.